1671 futó rajtolt a több mint 42 kilométer hosszú maraton versenyszámban a 99. nemzetközi békemaratonon Kassán. A külföldi résztvevők közül a legtöbben Csehországból, Lengyelországból és Magyarországról érkeztek. Igazából nekem a fő sportágam a triatlon, de már régóta gondolkodtam azon, hogy kipróbálom magam a teljes maratoni távon és futásban, és azért döntöttem a kassai maraton mellett, mert nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik, illetve szerencsére a lakhelyemtől nincsen messze, így a megközelítés sem volt probléma. Körülbelül első nekifutásnak egy 2:50 alatti idővel szeretnék célba érni. Kassára azért szeretek járni, mert itt futottam életem első maratonját. A kassai maratonnak a hangulata nagyon kellemes. A buzdító közönség az nagyon motiváló tud lenni. 6. alkalommal vagyok itt. Hát a felkészülés az ebben az idei nyár melegében nagyon nehéz volt. Európa legidősebb és a világ 3. legöregebb pályáján, több versenyszámban, 59 országból összesen több mint 900-en versenyeztek. A legnépszerűbb a félmaraton versenyszám volt, több mint 4000-en álltak rajthoz. Kassa főutcája idén is megtelt nézőkkel, a szurkolók a kordonok mögül buzdították kedvenceiket. Több alkalommal voltunk itt, kb. 10-12 év, vagy 15 éve, nem tudom, de a hangulat kiváló, nagyon jók a szurkolók, végigállnak az út szélén, és tapsolnak, és szurkolnak, és segítik a futókat. A nemzetközi békemaraton győztese Kassán ezúttal harmadszor a kenyai Ruben Kiprop Kerio lett, aki 2:07:16 alatt ért célba. I'm feeling well. Nagyon jól érzem magam, örülök, hogy eljöttem, és hogy harmadszor tudtam nyerni. Az időjárás kedvező volt, boldog vagyok, mondja a maratonfutás győztese. A női maratonfutásban pályarekord született. A kenyai Margaret Agai 2:24:04 időt futott. Az egész hétvége jól sikerült, és a végére megszületett a női pályarekord is. A férfi pályarekordot több alkalommal megközelítették a versenyzők, de talán 1-2 év múlva sikerül megdönteni. Úgy látom, erre még várni kell. De egyébként minden eredménytáblázatot átírtunk, világviszonylatban magas pontszámaink lesznek, tehát nagyon elég. Elégedett és hálás vagyok, mondja a versenyigazgató. A kassai pálya rekordját továbbra is a kenyai Lorenz Kimajó tartja, aki 2012-ben 2:07:01 alatt ért célba.